mikor magam voltam a sors előtt. Szívem remegve dobban térdel áll, reménytől elhagyottam. Kérdeztem a láttam, megtetszem minden. Aki nem csak jó kedvében, szórakozásból, szabad idejében zenél, hanem egyenesen megélni próbál abból, hogy koncerteket ad, pláne ha nem befutott, jó nevű, országosan ismert bandáról van szó, annak az elmúlt 2 év korlátozott lehetőségei a korábbiaknál is sanyarúbb időszakot hoztak. A nagyokkal ellentétben ugyanis ők valóban és szó szerint az életben maradásért küzdöttek. A raktárkoncertek rajtuk nem segítettek, mert mondjuk ki, ők láthatatlanok a zenei producerek számára, stúdióalbumra nincs pénzük, marketing értékük pedig egész számmal nem kifejezhető, így szponzor hiányában egy terembérlet is gondot okozhat, ha fellépnének. Törzsközönségük alig számlál több főt, mint egy középiskolai osztály, hírértékük pedig jó részt csupán annak a kisvárosnak a határáig terjed, ahol élnek és próbálnak. A szó minden értelmében életmentő lehetőséget kínált nekik az a kezdeményezés, ami nem csak hogy kapaszkodót jelentett az egyre kilátástalanabb helyzetben, de esélyt is arra, hogy a fény, amit most megláttak az alagút végén, ne csak a metró legyen, hanem maga a kitörési pont. A turnébusz, ami nevében is lényegét tekintve is értető szó szerint és átvitt értelemben egyaránt, azt a célt megfogalmazva alakult ugyanis meg, hogy nekik a kicsi, jószerivel ismeretlen, ám értékes zenekaroknak megteremts azt a bizonyos 15 perc hírnevet, amivel talán sikerül élniük. 2020. decemberét írunk, amikor azt látjuk, hogy az egész rendezvényipari szektor, a zeneipar megáll, illetve az élő műsorok, élő koncertek megállnak, és akkor erre válaszul a mentőcsomagok elindulnak, mint például a raktárkoncert, ami tulajdonképpen nálunk is az alapötletet adta. Viszont azt tapasztaljuk, hogy a raktárkoncert sorozatban igazából fesztiválokon jól futó, jól szereplő nagy zenekarok kapnak támogatást, és én magam is egy feltörekvő zenekar énekese vagyok, akik úgy ebből az első körből kimaradtunk, már pedig nem csak a nagyok, hanem a kicsik is pont ugyanúgy álltak meg. Úgyhogy azon kezdtünk el gondolkodni, hogy ezzel a réteggel mit lehetne kezdeni, vagy ezt a réteget hogy lehetne támogatni. És így indult ez a program. Az volt a koncepció, hogy csinálni valami hasonlót, tehát ebben a Covid által megállított helyzetben valami hasonló támogatást nyújtani a kis zenekaroknak és a feltörekők számára is, mint amit mondjuk a nagyok kaptak a raktárkoncert és raktárkoncert plusz sorozatban. Tehát, hogy ez az alkotói réteg se maradjon ki az ilyesmi lehetőségekből. Persze aztán velünk egy időben indultak a streaming stúdiók, akkor mindenki tulajdonképpen így az online térre vonult át. Amiben a mi műsorunk igazából talán érdekes, hogy kezdettől fogva mi egy tévéműsorban gondolkodtunk, és azt mondtuk, hogy élő zene kell a koncertstúdióban, illetve legyen a zenekarok számára a lehetőség bemutatkozni egy jó hangulatú beszélgetés keretében. Tehát így e kettőt gyúrtok össze, és így állt össze az egy órás tévéműsor. Ma reggel győztesként cél nélkül indulok, figyelem, hallom a város. Nincsen súly a szívemben, egy boldog arc a képeken, szól ez az egész világ. Még élni, remélni, akar hinni, bízni a szavatok, jöhet bármi, ha még nyerő Szíriában a gép. Még élni, szerelni, akarom kapni, kapni, ha akarod, lehet bármi a tét, nyerő Szíriában a gép. Én Várpalotán élek most, és ott helyben srácokkal gondolkoztunk azon, hogy nekem van hangtechnikám, valakinek van sok kamerája, valamit így rakjunk össze, és akkor beszéltem egy elismert hangmérnökkel, egyik barátommal, aki azt mondta, hogy ez egy kiváló ötlet, és csináljunk ebből egy igazán minőségi nagy produkciót.
És akkor villámgyorsan szerveződött a stáb, ahogy mondom, ez abban az időszakban történt, amikor nem tudott a szakmai háttérmunkások, tehát hangtechnikusok, fénytechnikusok sem tudtak igazából élő megmozdulások hiány szakmai munkát végezni. A stábban is volt olyan, aki mondjuk futásszolgálat kormányát engedte el, és jött hozzánk dolgozni, tehát ez már önmagában egy óriási eredmény ennek a munkának. És hát az a lelkesedés, amivel meg megérkeztek a srácok, az óriási volt, mondták, hogy ebből ők nem akarnak kimaradni. Tehát ez a helyzet egy kicsit segített nekünk a költségvetést illetően, mert valahogy mindenhez, eszközökhöz, illetve munkaerőhöz is könnyebb volt hozzájutni. Úgyhogy tulajdonképpen így saját bőrön tapasztalva azt, hogy mi se koncertezhetünk, így kezdett el a kreatív agy dolgozni. Február 6-a volt azt hiszem a próbanapunk, és akkor persze saját zenekarra indultunk el, és márciustól kezdtük a forgatásokat. Tehát 2021 márciusában, és akkor született belőle egy ilyen néhány hét alatt tulajdonképpen. Én ebbe úgy kezdtem bele, hogy igazából semmi ilyesmi tapasztalatom nem volt. Nekem nem volt televíziós múltam, informatikus egyébként, aki utálja már a gépeket, és én fordulna inkább az emberek felé, ezért vagyok life coach is igazából, amiben nem nagyon dolgozom. De az informatikát sem ilyen, inkább ott is az IT manager vonal az, ami engem így mozgat, meg átlátni és egyben tartani területeket. Tehát szerintem ez a skill volt az, ami ebben a programban is így erős volt. De rengeteg olyan gyakorlati feladat volt, amikor azt mondta a stáb, hogy hát figyelj, hívjunk ide egy alásrendezőt. Szóval, hogy nem azért, mert csak hogy így meglátnád, hogy kell igazából ezt így egy egész forgatási napot az elejétől a végéig így lemenedzselni. És akkor mondtam, hogy persze nyitott vagyok meg, hát én sose csináltam ilyet, bocs, szívesen tanulok meg minden. Aztán végül is belejöttem ebbe a őrmester szerepbe ott, mert ott meg az kellett. Ja, de hogy ez sokkal inkább ilyen szívből működött ez az egész munka. És hát ami nagyon óriási volt az, hogy az egész stáb így érkezett meg, és az egész stáb így működtette ezt az egészet, és ez érezhető volt. Tehát azt szoktam mondani, hogy az első kávétől az utolsó készfogásig a stáb, a zenekarok, akik érkeztek, mindenki elképesztően jól érezte magát nálunk. Pedig nem a világ legmodernebb tévéstúdiója vagyunk, egy szintén használaton kívüli, mert hogy rendezvények ilyen használaton kívüli raktárban építettük fel a stúdiót, ahol egy ilyen színpados, fényes cég az egyik helyiségből átvitte az alumíniumokat a másikba és összeépítette a színpadot, tehát hogy ez ennyire ilyen érdekes szitu volt. Mi igyekeztünk megteremteni egy olyan milliót, egy olyan légkört ott a kis beszélgető sarokban, ahol lazasztorizások és tényleg olyan információk. Én ezt úgy képzeltem el, hogy nagyon sokszor adunk interjút, mint zenekar, és ilyen tipikus kérdésekkel találkozunk, és mindig mindenhol ugyanaz, persze, mert igen, ezek a fő kérdések. De én ezt valahogy úgy álmodtam meg, hogy még akár a kérdéseket is a zenekarok hozhatják be. Ez alatt azt értem, hogy ha ő bennük van bármi olyan információ, amit magukról szívesen megosztanának, akkor ez nem maradjon bennük. Ehhez képest sajnos nekünk is a kötelező kérdéseket kellett feltenni, és ezért egy kicsit ilyen sablonosak lettek a beszélgetések, de azért van egy-két nagyon izgalmas és nagyon olyan beszélgetés, ami úgy tényleg ezektől a klasszikus és kötelező kérdésektől eltér. Hallom a hangod és a kezem, nyújtom, fog meg hát, földön élet jele, de hol van a boldogság? Lásd a szívem, látod, így tűnik el ez a világ kincse. Ahogy mondtam, én is ilyen feltörekvő zenekarnak, vagy hát én úgy szoktam még fogalmazni, hogy zenei MB2, MB3. Innen állt össze ez a 25-ös mezőny, és hát elkezdtünk zenekarokat keresgetni, hallgatni,
én magam több mint 400 zenekar anyagát hallgattam meg, és abból választódott ki ez a 25. Ők még az érvényesülés útján állnak, illetve hát a program közben derült az ki, hogy van egy zeneipari működés itt Magyarországon, és van egy olyan réteg, akik nem csak kicsik, hanem mondjuk nem feltétlen illeszkednek, vagy akarnak betagozódni itt a zeneipari működésbe, hanem ők igazából ilyen kis egyszerű, vagy hogy mondjam, konzervatív, klasszikus alapon működő alkotóművészek, zeneszerzők, tehát nem egy ilyen ipari zenei termék előállítás zajlik, hanem én azt mondom, hogy ez inkább kötődik, vagy tartozik a zeneművészethez, mint úgymond az ipari működés. Tehát egy kicsit valahol ilyen szempontból is helyet kér magának ez a szféra így a palettán ezzel a műsorral. Van sokféle műfaj, a reggaetől a igazán zúzós rockzenekaron keresztül a rockabillyig, alternatív műfaj, elektronikus zene. Szerettünk volna egy populáris tévéműsort készíteni, az azt jelenti, hogy a nagyon meredek szélsőségeket mondjuk úgy nem hoztuk ebbe be. Én mindig azt mondom, hogy ez a hörgős metált jelenti úgymond, illetve a mulatós kategória, tehát hogy így maradjunk az élő fogyasztató zenénél. Hát most lehet ezért engem bántani, de tulajdonképpen ez egy kicsit én magam, meg a saját ízlés, ami nem feltétlenül egyezik a nézők ízlésével, de ami így bennem volt zenészként, az, hogy zenére, zenei megoldásokra figyelek nagyon, illetve szövegekre. Szövegek tekintetében kerestem a sablon klisémentes, izgalmas, értékes tartalmas szövegeket, amik közvetítenek valamit. Zenei megoldások tekintetében meg szintén az ilyen évtizedek óta hallott lerágott csontokat és ismert megoldásokat feledve vagy kizárva kerestem valami mai és izgalmas zenei képet. Bár van a műsorban egy Elvis emlékzenekar, nem emlékzenekar, tribute zenekar, velük indultunk, ez az Ed Phillips and a Memphis Petrol, akik viszont egy olyan egyéni megjelenéssel mutatják be az Elvis programot, hogy ők, nekik azt mondtam, hogy mindenképpen helyük van. Az, hogy több mint 400 zenekart hallgattam meg, és ebből 25 kerül be a műsorba, ez eleve azt jelenti, hogy tulajdonképpen olyanokkal kezdtünk el dolgozni, akiknek a dalait, szövegeit újra és újra szeretném meghallgatni. Úgyhogy igen, van jó néhány olyan zenekar ebből, akiket nagyon örülök, hogy megismertem, és igazi gyöngyszemek szerintem. Saját bőrön tapasztaltam azt, hogy mondjuk mit jelent egy videoklipet elkészíteni, és milyen értéke van egy videoklipnek. Ugye manapság ez a trendi. Vagy mit jelent egy olyan abszolút élő zenélés és egy beszélgetés, ahol, tehát volt olyan visszajelzés velünk kapcsolatban, hogy hallgatva a dalokat, hát oké, érdekes, és tulajdonképpen tök jó, de amikor meghallották a mi zenekarunk háttérsztoriát, akkor azt mondták, hogy így teljesen más látni és hallani ezt a zenekart. Másrészt meg amit el kell mondani, hogy a szervezők pedig igazából arra kíváncsiak, hogy néz ki egy zenekar a színpadon. Na most ezt egy videoklip nem feltétlenül adja vissza, viszont egy ilyen koncertstúdióban való élő zenélés ez abszolút bemutatja. Feküdj rá az útra, rohanj velem hát, feküdj rá!
nagy, ismert zenekarok számára is a raktárkoncertek jelentették az elmúlt két év szinte egyetlen lehetőségét a fellépésre. Az inkább csak egy szűkebb rajongói réteg számára létező feltörekvő kicsik számára viszont ez megkeresés hiány, vagy szóba sem jöhetett, vagy egész egyszerűen nem bírt olyan jelentőséggel, amiből valóban profitálni tudtak volna. Alternatív megoldásként, vagy sokszor inkább egyetlen lehetőségként így a turnébusz jelentette lehetőség maradt, főleg annak ismeretében, hogy ezek a zenekarok réteg zenét játszanak, amire az országos csatornák nem, vagy kevéssé vevők. 300 koncert ment le ugye a raktárkoncerten, aminek a fele volt ilyesmi mindenféle stílusú zene, a másik fele meg mulatos volt, tehát 150 abszolút számomra ismeretlen, persze nem is vagyok a műfaj nagy rajongója, de abszolút ismeretlen ilyen mulatos előadóknak voltak és ilyen felvételei. És hát ugye ez volt az a program, amit úgy hirdettek meg, hogy horror pénzek érnek 5-szörös gázsiért. És aztán persze később elindult az A38-80 Raktárkoncert Plusz, ami már a kisebb zenekaroknak is lehetőséget nyújtott. De ott is igazából tehát azt se érte el mindenki. Úgyhogy mi meg olyanokhoz nyúltunk, ahol az érték jött először szembe, és nem az, hogy mondjuk mennyire eladható termék maga a zenekar vagy a zenéje. Sokaknak tulajdonképpen eleve hozzánk meg is, vagy megérkezni is, és meglátni azt a színpadot már egy nagy élmény volt. A cél az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire széles és mennyire izgalmas és értékes a magyar könnyűzenei életnek az a szférája, az a szegmense, akikről tényleg tulajdonképpen nem is nagyon hallottunk, hiszen rengeteg ebből a 25-ből olyan zenekar, akiket én sem ismertem korábban, tehát csak így a válogatások, szűrések során találtam rájuk és döbbentem rájuk, hogy úristen, micsoda értékek ezek. Ez már azt gondolom, hogy már egy nagy eredmény. Most az, hogy mi csináltunk egy olyan televízió műsorsorozatot, amikor minden egyes epizódot az összes becsatlakozó televízió együtt mutat be, ez azt jelenti, hogy adott héten mindegyik tévé ugyanazt az epizódot játssza a maga ritmusában. Én azt gondolom, hogy ennek van marketing értéke, tehát odafigyelhetne egy-egy cég, vállalat, vállalkozás, hogy tulajdonképpen beállni egy ilyen műsor elé, mögé, ez értékes lehet. Együtt a kenge, mindenki egy-két tojtól, sosem elég a jóból a banka tojja, akár nagyok, öszkel, észteri boly vagyok. Nem kell a drog, de jöhet a pia, a ritmus maga a terápia, maradok is, még meg nem halom, teri boly, hiszen az mi vagyok, sosem lesz a vége, kiállt az égre, teri boly vagyok, örökre azt maradok. Teri boly vagyok, örökre azt maradok. Teri boly vagyok, azt maradok. Az is egy óriási eredmény ennek a programnak, hogy nagyon sok helyi televíziót adott településen művelődési házak működtetnek. És a művelődési házakkal való tárgyalás során felvetődött az, hogy a településen lévő rendezvényeken szívesen várnak ilyen zenekarokat. Tehát ők maguk megnézik a műsort, és tulajdonképpen válogatnak már. Úgyhogy ez mindenképpen egy program, vagy egy eredmény, de azt azért mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy ugyan a mezőny nagy része tényleg ismeretlen, de azért itt említsünk meg jó néhány olyan zenekart, akiknek a szekerét már nem kell hátulról támogatni, hanem tulajdonképpen mi lehetünk nagyon-nagyon büszkék, hogy ők ennek a programnak a részei. Tehát van egy-két olyan nagy név, vagy nagyobb név, akik még mindig nem az élvonal,
de azért rádióban hallhatók, illetve a 3-4-et játszottak már a tavalyi szezonban, tehát ők mondhatni a mi büszkeségeink, de hát ugyanúgy büszkék vagyunk az összes kicsire is. A hosszú távú tervek között szerepel olyan, hogy összekapcsolni rétegeket, összekapcsolni ezt a zenei réteget a közönséggel, összekapcsolni rendezvényhelyszínekkel. Tervezünk kisfilmeket készíteni nagyokkal, megkérdezni őket arról, hogy ők hogy vélekeznek a mai zeneipari helyzetről, a kicsik lehetőségeikről, milyen volt az, amikor ők voltak induló kezdő zenekarok. Tehát egy kicsit így honnan jöttünk, hol tartunk most, és hogy tényleg milyen lehetőségei vannak a úgymond az utánpótlásnak, az új generációnak. Tehát ezek nagyon izgalmas kérdések, ezekkel foglalkozni kell. Ez így megérkezett ez a projekt, és ahogy elkezdtünk benne dolgozni, úgy bontakozott ki, tehát úgy jöttek a következő évadtervek, illetve valamelyest kapcsolódva ehhez jöttek még további ötletek. Tehát én azt gondolom, hogy nem unatkoznék akkor sem, hogyha ez nem lenne, illetve nagyon dolgozom azon, hogy legyen folytatás, legyenek következő évadok. Előkerül egy